végezték jól a bajnokságot. A bajnokság 5. fordulójában a több sebből is vérző Haladás az idegenben még veretlen Balmazújváros együttesét fogadta Sopronban. A szombathelyek már a 4. percben megszerezhették volna a vezetést, ám Ramosz néhány centiméterrel a jobb alsó sarok mellé helyezett. A csatára 22. percben javított, 11-es harcolt ki csapata javára, amit Williams magabiztosan góra is váltott. A vendégek az első félidő hajrájában óriási erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében, ám Király előtt Póti, majd pedig Kovács lövésénél védett nagyot. A Haladás a második játékrész közepén kapott ismét lábra, és a 70. percben sikerült is növelni az előnyt. Meggyes centerezését követően Williams szerezte meg idénybeli 3. találatát. A balmazújvárosiak 2 gólos hátrányban sem adták fel, a 77. percben Vajda csodás találatával szépítettek is. Sokáig azonban nem örülhettek, mivel 1 perccel később Jagodics életerős fejesével 3-1-re alakította az eredményt. A hajrában még Williams lőtt ugyan egy kapufát, de az állás már nem változott. A Haladás győzelmének köszönhetően feljött a tabella 7. helyére. Mészőgéza együttese csütörtökön 18 órakor a gyengélkedő Ferencváros otthonában lép pályára bajnoki mérkőzésen.